Cristiano Ronaldo jelenleg a legjobb focisták egyike, ha nem a legjobb. Persze most jönnek majd a Messi fenek, de ezt meghagyom nektek inkább. Az ötszörös aranylabdás focista konkrétan kimaxolta az egész futballt. Talán a világbajnoki kupa az egyetlen, amit még nem sikerült megnyernie, de ki tudja, hogy nem-e fut-e még neki még egyszer egy próbálkozással. Ronaldo fizikuma elképesztő, konkrétan már-már ijesztő. Sok-sok felvétel bizonyítja a gól örömeiről, hogy extrém alacsony testzsír százalékkal rendelkezik, és ez az ember konkrétan egy gépezet. Elképesztően szorgalmas, mindig először van ott az edzéseken, és nagyon-nagyon szabálykövető. A mai videóban le fogom tesztelni, hogy körülbelül mennyire megterhelő ennek a profi atlétának egy átlagos napja. Lesz itt minden, foci edzés, konditermi edzés, extrém egészséges kajálások, de még egy délutáni szundi is bele fog férni. Miért van az, hogy profik azok mindig hajnalban kelnek? Az 5 órás kelés után Ronaldo rögtön egy egész testes átmozgató rövid edzéssel indít, hogy a teste is felkeljen teljesen. Nos, mivel én nem vagyok milliárdos, ahogyan ő, ezért ezt a nappaliban tudtam kivitelezni különböző gyakorlatokkal. Minden kajája nagyon pontosan ki van mérve. Ezzel jelenleg nálam sincs gond, ugyanis én is mindig gramra pontosan tudom, hogy mit eszek. A reggeli mellé vitaminokat, illetve aminósavakat, amiket viszek majd magammal napközbe, is hozzáadtam. Ronaldo extrém tisztán eszik, amivel most jelenleg nincsen gond, mert én is körülbelül 8 napja. Pontosan 8 napja én is gramra pontosan eszem, úgyis elkezdtem kicsit diétázni. Idén egész évben együttműködök a SciTech-kel, köszönöm szépen nekik az egész éves támogatást, nagyon sok sportos tartalom várható majd. Úgyhogy itt van egy fehér és rizskása, bekevertem az aminókat egy másfél literes üvegbe, ezt majd viszem magammal, egy kis vitamin. A jó étvágyat, aztán irány be a városba. Az a para, srácok, hogy még mindig sötét van. 6 óra van jelenleg. Viszont irány be a városba. Ronaldónak biztos több-több menedzsere van, ezért e-mailezés helyett social networking van beírva neki kora reggel, szóval én ezt betudtam a reggeli műsorunknak. Twitch-en megtaláltok minket, srácok, minden hétköznap reggel 7-től 8-ig. Ezek az adások utána pedig felkerülnek a VOD csatornánkra. 11 fele végül jöhetett az első edzés. Na jó. Az van, hogy a foci meg én az egyszerre van nagyon távol egymástól, de néha azért így összekacsintanak. Soha nem fociztam csapatokban, se sehol, az én foci tudásom az megállott, ami így kb. Így az iskolában volt, pesi órán. Nem mondanám magamat két ballábasnak, azért láttátok már a világkör videómat is, szóval szerintem azért úgy labda barát vagyok. Meccseket nem szoktam nézni, kivéve, hogyha válogatott játszik. Azokat a meccseket viszont nagyon szeretem. Nagyon hideg van kint. Úgyhogy ideje kicsit bemelegíteni. Ronaldónak délelőtt van egy foci edzése. Néztem ki egy-két gyakorlatot, amiket ő is csinál, meg amiket így általában a focisták csinálnak, de szerintem kezdjük simán egy kis futással. Első feladat nem más, mint vonaltól vonalig, majd vissza, vonaltól félpályáig, majd vissza. Mindezt úgy, hogy a labda fejünk fölött van. Ronaldo 11:45-kor drónt szokott egyébként törni. Ez egy kör volt, ebből 5 kör van. Szünet nélkül. Ennek semmi köze nincs a félmaratonhoz. Az ilyen sprintekben nagyon gyenge vagyok, meg 25 perc vagyok is rá, csak ömlik rólam a víz. A labdakezelési technikám javítására, ami bőven rám fért egyébként, összeszedtem pár gyakorlatot, és ezeket kiviteleztem. Volt ide-oda passzolgatás, labdavezetés egy lábbal, stb. Hát sejtettem, hogy szarul fog menni, de ez egy ennyire. Következő, és végre jön a kicsit mulatságosabb rész. A gól örömnek a gyakorlása. Ideje volt megnézni, milyen is pontosan nekem a rugás technikám, illetve mennyire tudok célozni. Konkrétan a második rugás volt. Nehezítsünk kicsit, kirakjuk ide a ficakba. 10:34 van. De annyi mindent csináltam ma, és lekopogom, egyelőre még nem vagyok fáradt. Fizikailag talán egy picit érzem, de azért reggel 5 óta fenn vagyok. Úgyhogy egyelőre még...
tala otthon. Az első edzés után jöhetett a második étkezés. Minden étkezése, amit említettem, nagyon ki van számolva. Viszont több portálon, amit olvastam, feltűnt nekem, hogy nagyon sokszor volt említve az avokádó toast, ezért ezt készítettem én is magamnak. Kb. Mindenhol azt olvastam, hogy Ronaldo nagyon szereti az avokádó toastot. 3 havonta egyszer, hogyha eszem. Változhatna. Kiszámoltam azt, hogy körülbelül mennyi szénhidrát van a toastokban, és átszoroztam az összes kalóriát mindent, hogyha meg kicsit ügyeskednem kell a nap folyamán a többi kajával, de arra gondoltam, hogy ezt az így belerakom, mert mindenhol ezt lehet olvasni, hogy Ronaldo úgy oda van az avokádó toastért. A mini brunch után jöhetett egy órás szundi, de egy perccel sem több, ugyanis jött a következő edzés, ami egy edzőtermi volt. Ronaldo mindig elsőnek érkezik az edzéseire. Mivel a focisták nagyban a lábukat használják, ezért arra gondoltam, erőnléti edzésnek tartok én is egy lábnapot. Itt már azért éreztem magamon, hogy reggel 5 óta meg sem állok, de végigtoltam az egészet szorgosan. Bár ez nem a napi rutinja része, de rengeteget jár krioterápiára, szóval kipróbáltam én is milyen. Őszinte leszek, nekem a jegesvizes fürdés után ez nem volt annyira megterhelő, utána pedig frissen éreztem magam, és haza is indultam. Konkrétan most jött. Nagyon szépen köszönöm a Szájteknek, hogy támogatnak idején. Őket többször láthatjátok majd a videókban, új kaland veszi kezdetét. Nézzük meg, hogy miket kaptam nagyon gyorsan. Ezek azok, amiket én a diétám alatt most jelenleg használok. Egy hot blood pre-workout, mondjuk úgy heti egyszer szoktam általában. Kreatin monohidrát, extrém fontos. Szerintem a top 2 táplálék kiegészítőbe beletartozik a kreatin. Kaptam tesztelésre csoki szeleteket. Kaptam, srácok, 30 különböző ízű fehérjét. Szerintem Insta story-ba csinálok valami sorozatot, aztán berangsoroljuk őket. Ez kicsit abszurd. Egy kulacs a napi folyadékbevitelhez, illetve 2 séker. Elég szépek egyébként. Nincsen reggeli mogyoró vaj nélkül, de csak keveset használunk. Természetesen én 2 teáskanállal szoktam rakni a rizskásámra. A nagyon jó fajta mogyoró vajak közé tartozik, és nem azért, mert támogatnak engem, hanem mert kóstold meg, nézd meg, tényleg a jó fajták közé tartozik. Illetve különböző ruhákat kaptam még. Illetve ez külön kartonba jött. Én mindig csak is fehérjét szoktam a reggeli rizskásámba belekeverni, úgyhogy hát ebből is kaptam, hogy 2 kilót. Nagyon fontos, srácok, táplálék kiegészítők. A nevében is benne van, nem helyettesítik a helyes táplálkozást, de kiegészítik, szóval nagyon sokat segítenek, de először lőjétek be a helyes táplálkozást minden nap, nézzétek meg, hogy a testetek hogyan reagál, és amikor az megvan, akkor ezek még nagyon-nagyon sokat fognak segíteni. Van még egy kajálás, utána letusolok, aztán még egy kajálás, és szerintem majd lehet ennyi. 2 étkezés maradt hátra a nap folyamán, az egyik egy marhahúsos volt, sok-sok zöldséggel, a másik pedig egy vacsora volt, amit most ebben az esetben nem én készítettem. Elképesztően nehéz napon vagyok túl, de tényleg nagyon para így összeség az egész, és a barátnőm volt olyan rendes, és készített nekem vacsorát. Ami valamiért mindig esztetikusabb, mint ha én csinálnám. Meg is vágtam nektek ezt a videót, srácok, mindig elfelejtek kiköszönni, rájöttem. Szeretnétek még hasonló videókat, akkor írjátok meg, hogy esetleg kiről, melyik atlétának a napi rutinját alkossam újra. Ja, azt elfelejtettem, hogy 10 körül aludni megy, úgyhogy én is itt ezek. Sziasztok! Reggeli műsorokat nézzétek! Csöcsök!